Amerikában még sincs kolbászból a kerítés, ez segítette meg a forintot, hasít a győri autógyártás. Megnézzük, hogy hányan tanulhatnak jövőre állami ösztöndíjjal, és végül beszámolunk az év legfurcsább versenyhivatali bírságáról, és egy világméretű tévés összeesküvésről. Augusztus 1-e van, ez a Privátbankár élő híradója délután 4 órakor. Gáspár András vagyok, köszöntöm Önöket, mondom a részleteket. Idei mélypontján járt ma a forint az euróval szemben. Délben elérte a 315 forintot a közös pénz árfolyama, és nem is tudott elmozdulni erről a szintről sokáig. Aztán 2:30-kor megérkeztek a nap, vagy talán a hét legjobban várt makroadatai. Ez szerint váratlanul 6,2%-ra nőtt a munkanélküliség az Egyesült Államokban, illetve a nem mezőgazdasági ágazatokban, júliusban a vártnál kevésbé, csak 209 000-rel nőtt a foglalkoztatottak száma. Bár katasztrófáról azért messze nem beszélhetünk, azért látszik, hogy Amerikában sincs kolbászból a kerítés, így a dollár erősödése megtorpant, 1,34 fölé korrigált vissza az euró-dollár árfolyama. A forint is levegőhöz jutott így, az euró jegyzése 314 forint alá tért vissza, ebben a pillanatban 313 forint 90 fillére jegyzik az eurót, 1 dollárért 234 forintot kérnek, a svájci frank jegyzése pedig valamivel 258 forint fölött alakul a bankközi devizapiacon. Ami a tőzsdéket illeti, Budapest most arra sokkal jobban teljesít, mint Nyugat-Európa, legalábbis a mai adatok ezt mutatják. A BUX ugyanis közel 0,5%-os pluszban jár mostanra. Ebben a pillanatban még Németországban például a frankfurti DAX index 1,6%-os mínuszban jár az amerikai adatközlések után. A budapesti plusz elsősorban a Richternek köszönhető 1,3%-ot erősödött a gyógyszerpapír tegnaphoz képest. A MOL több mint 0,5%-os erősödésben van, a Magyar Telekom 3%-kal ért többet, mint tegnap. Az OTP az egyetlen blue chip, ami mínuszban jár, 0,5%-ot veszített tegnapi záróértékéhez képest a bankpapír. Érkezett ma egyébként friss statisztika a budapesti parkettről, illetve a forgalomról. Ez szerint a nyári uborka szezon a budapesti értéktőzsde részvénypiacán is érezhető. Júliusban ugyanis mindössze 5,2 milliárd forint volt a napi átlagforgalom, ma egyébként ezt nem mondtam, 5 milliárd fölött járunk, tehát valószínűleg az átlag meg lesz. Az összforgalom pedig júliusban 120 milliárd forint lett. 106 ezeren jelentkeztek idén a felső oktatásba, közülük szeptembertől 74 ezer gólya ülhet be az iskolapadba. Kétharmaduk, közel 57 ezer diák állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait. Ahogy az a privátbankár.hu friss összeállításából kiderül, a jelentkezők és a felvettek számában a 2012-es év hozta a nagy fordulatot, ekkor jócskán lecsökkentették a keretszámokat, vagyis központilag a kormány határozta meg, hogy melyik intézményben hányan tanulhatnak ingyen, és ezzel párhuzamosan a jelentkezők száma is meglehetősen visszaesett a korábbi évekhez képest. Radó Péter oktatáspolitikai elemző szerint azt, hogy 2012-ben ennyire visszaesett a jelentkezők száma, nagyon nagy részben az oktatáspolitika által teremtett zűrzavar és bizonytalanság okozta. A létszámcsökkentés vesztesei egyértelműen a vidéki főiskolák. Radó Péter szerint az utóbbi években a felvételi rendszerbe illesztett korrekciók pedig torzítják a felsőoktatási piac működését, ezáltal meggyengítik a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolatot. További részleteket a vezető anyagunkban találhatnak. Hasít a győri Audi. Az Audi Hungária Motor Kft. Első féléves árbevétele 3,7 milliárd euróra emelkedett. 6 hónap alatt 1,66 millió motor készült Győrben, az összeszerelő üzemben pedig több mint 66 ezer autó gördült le a futószalagokról. Főleg az A3 limuzin és cabrio modellek gyártása nőtt jelentősen, egy ilyen A3 limuzint láthatnak most a képen. Győr egyébként valóban autóipari fellegvárnak tűnik, ez bizonyítja legalábbis egy frissen bejelentett beruházás is. A Nemák győri alumínium öntödében hengerfejeket gyártanak egyebek mellett a magyarországi Opelnek és Audinak is. Most a cég egy 5,6 milliárd forint értékű bővítést indít el, ami 100 új munkahelyet is eredményez, így összesen 900-an dolgoznak majd a Nemáknak 2017-re a friss bejelentés szerint. Végül arról, hogy az év legfurcsább versenyhivatali bírságára érkezett jelentés ma délután. Világméretű összeesküvésben Magyarországon is kartelleztek a képcsőgyártók.
1997 és 2004 áprilisa között rendszeres találkozók keretében a Samsung, az LG, Philips és a Technicolor egyeztették stratégiájukat, tehát mindez egy évtizede zárult le. Az európai piacokra és annak részeként Magyarországra vonatkozó megállapodások születtek. A gazdasági versenyhivatal ugyanakkor a három jogsértő cég közül a maratoni hosszúságú eljárás végén mégiscsak a Technicolorra szabott ki 303 millió forint bírságot, ez azért nem elenyésző. A Samsung SDI felmentést kapott, mert információkat adott át a hatóságnak, míg az LG Philips azért úszta meg a büntetést, mert a nettó árbevételéről nem álltak rendelkezésre információk. Több gyártó is érintett lehetett az ügyben, de van, akinek ügye időközben elévült, míg más cégek időközben már meg is szűntek. További részletek a privátbankár.hu-n olvashatóak erről a furcsa eljárásról. Élő híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk, mégpedig délelőtt 10 órakor. Addig sem maradnak azonban hírek nélkül a privátbankár.hu oldalain ma is, és a hétvégén is kövessék a legfrissebb híreket. Köszönöm az egész hetes figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.